Ebben a mostani videóban arról lesz szó, hogy mikor ajánlott a kollagénpótlás. Szeretettel köszöntök mindenkit, itt Újhelyi Szabolcs Zoárd. Napjainkban sokkal kevesebb kollagént viszünk be mondjuk 100 évvel ezelőtthöz képest, egyszerűen azért, mert kevesebb bőrös, porcos, illetve zsírosabb részeket, belső szerveket fogyasztunk a feldolgozott állatokból, amelyekben ugye sok a kollagén, vagy például azért, mert a húslevest, a leveseket is nagyon sok helyen már nem ezekből a magas kollagén tartalmú állati részekből készítik. A testünkben lévő fehérjéknek kb. 30% a kollagén, miközben napjainkban a legtöbbet fogyasztott ételekben lévő fehérjéknek jó, ha az 5%-a az, más szóval alacsonyabb arányban viszünk be kollagént az ételekkel, mint amilyen arányban a testünkben jelen van a kollagén. A kollagén mindenhol ott van a szervezetünkben, a bőrben, a csontoknál, a szerveknél, az ízületeknél, a beleknél. A kollagénpótlás során mindig felmerül az a kérdés, hogy milyen típusú kollagént vigyünk be, ha adott problémát szeretnénk kezelni, mert például az ízületeknek jobb a kettes típusú, az izmok, az erek és a belső szerveknek inkább a hármas a jó, az egyes típusú pedig mindenhova kell, hiszen belőle van a legtöbb a testünkben. Ez a probléma megoldódik, ha olyan kollagén készítményt alkalmazunk, fogyasztunk, amelyben több típusú kollagén is megtalálható. A Mannavita webshopból rendelhető multikollagén, amely 1-es, 2-es, 3-as, 5-ös és 10-es típusú kollagént is tartalmaz, egyben 4 forrásból az emberi szervezet számára ideális arányban. Kétféle marha kollagén van benne, tartalmaz hal kollagént, illetve tojáshéj membrán kollagént is. Ha kollagént pótolunk, jobb, ha több fajtát viszünk be egyszerre, mert a többféle kollagén együtt közelebb áll a természetes állapothoz, hiszen ha valamilyen állati eredetű ételt fogyasztunk, abban is ugye többfajta kollagén van jelen egyszerre. A kollagén hiányának számos jele van a szervezetünkben, 25 év felett ugye természetes módon csökken a kollagén termelődése, ami a bőr rugalmasságának csökkenésével, majd a ráncok megjelenésével jár. A ráncos bőr egyértelműen a kollagén hiány jele, de a kollagén hiányra utal a merev, nehezen hajló kéz, láb és hát, tehát amikor ugye rugalmatlanná válnak a végtagjaink, illetve a hátunk. Ebből egyből rá is térhetünk az első problémakörre, ahol érdemes a terápia részévé tenni a kollagén, az ízületi és porc problémák, hátfájás, térdfájdalom, reuma, porckopás, mindegyik esetében nagyon jól jöhet a kollagén. Az ízületek, a porcok és az inak elsősorban 2-es és 1-es típusú kollagénből állnak. A 2-es típusú kollagén tartalmaz glükozamint és kondroitint is, mely vegyületeknek ugye fontos szerepe van az ízületek kenésében, illetve az elkopott porcrészek visszaépülésében. Az ízületi és porc problémákra nagyon jó még a kollagén mellett a zöldkagyló, mely szintén kiváló glükozamin forrás, a krillolaj és a halolaj, tehát az omega-3, a kurkumin, a boszfélia és a tiszta méhpempő. A második problémakör az autoimmun betegségek, amelyek szinte mindig áteresztő bélszindrómával járnak, melynek lényege, hogy a bélfalnál lévő lyukacskák, amelyek átengedik a tápanyagokat a nyirokkeringésbe, majd a vérkeringésbe, kitágulnak, így bejutnak a testünkbe nem kívánatos vegyületek, fehérjék és kórokozók is. A bélfal regenerálására az 1-es és a 3-as típusú kollagén a legfontosabbak. A kollagén pótlás az összes autoimmun betegség esetén nagyon ajánlható, Hashimoto, lupus, Graves és mások, illetve az olyan emésztőrendszeri problémáknál is, mint az IBS, a kolitis vagy a gyenge gyomorsav, ugyanis a kollagén a gyomorsav termelődését is segíti. A kollagén mellé a bélfal regenerálásához nagyon jó még a kurkumin, az erjesztett ételek, az emésztőenzimek, a D-vitamin, a kvercetin és az élelmirostok. A következő az erek, az érfal erősítése, az érfalak rugalmasságának növelése. Ha van elegendő kollagén az érfalaknál, kisebb az érszakadás, azaz az érkatasztrófák esélye is. Az érfal erősítéséhez az 1-es és a 3-as kollagén mellett fontos az 5-ös és a 10-es is. A kollagén
egyik fő alkotó eleme a prolin, hozzájárul a szív és az artériák falainak védelméhez, azzal, hogy megakadályozza a zsír felhalmozódását a véráramban. Minél több olyan aminosavat viszünk be, például kollagénnel, amelyből kollagén képződhet, tehát például hidrolizált kollagénport, annál inkább csökkenthetjük az erek megvastagodásának esélyeit, ezzel pedig az olyan betegségek kialakulásának kockázatát is, mint például a magas vérnyomás vagy az érelmeszesedés. A negyedik az izmok erősítése, az izomtömeg növelése. Az izmok erősítéséhez az 1-es, a 2-es és a 3-as kollagén is fontos, de például a belek körüli izmoknál az 5-ös típusú kollagénnek is jelentős a szerepe. Idősebb korban gyakrabban, de ma már sok fiatalnál is jelentkezik egy olyan probléma, ami izomtömegvesztéssel és izomerő csökkenéssel jár, ezt szarkopéniának nevezzük. Ennél a problémánál mindenképpen érdemes a kollagénpótlásban is gondolkodni. Az ötödik a bőr fiatalítás, a bőr rugalmasságának növelése, a bőr fiatalítása. Bőrünk 75-80%-a kollagénből áll, és elsősorban 1-es és 3-as típusú kollagén a hasznos számára, de a többi kollagén fajtát is tudja hasznosítani a bőr. Például a narancsbőr sokszor nem más, mint gyenge kollagén mátrix, azaz a kevés kollagén miatt alakul ki, tehát narancsbőr esetén is ajánlható a kollagénpótlás. A korunk előre haladtával megjelenő ráncok legfőbb oka az, hogy 25 év felett a testünk egyre kevesebb kollagént termel, így az idő előre haladtával csökken a kollagén szintje a bőrben, így ennek következtében egyszerűen ugye meglazul a bőr. A bőr állapotának javításához fontos és hasznos az A-vitamin, az E-vitamin, a tiszta mélypempő, a cink és az omega-3 zsírsavak. A csontjainkat és a fogainkat is erősíthetjük a kollagénnel. A csontokban és a fogakban elsősorban 1-es, míg a csontvelőben 3-as típusú kollagén található. A csontokban a kollagénben lévő prolin, glicin és más aminosavak fonott kötélszerű szerkezeteket hoznak létre, amelyek keverednek kálciummal, illetve más ásványi anyagokkal, így lesz szilárd ugye a csontszövet. A kollagén adja a csontok rugalmasságát, tehát ha van elegendő kollagén a csontokban, jobban bírja a terhelést, kisebb a törés esélye. Így előfordulhat például olyan eset, hogy valakinek van elegendő kálcium a csontjaiban, mégis gyakran fájnak vagy eltörnek a csontjai azért, mert a kollagénből viszont kevés van, vagy nem jól épült fel a kollagén a csontoknál. A kollagén mellé a csontok erősítéséhez és ugyanakkor a rugalmasságához fontos a réz, a cink és a mangán is. A hetedik problémakör pedig, ahol segítségül hívhatjuk a kollagént, az a haj és a körmök erősítése. A hajszálaknál és a körmöknél elsősorban 1-es és 5-ös típusú kollagén található. De a többi kollagén fajta is javíthat a hajszálak és a körmök állapotán. A köröm és a haj problémák rendbetételét a bélrendszer rendbetételével kell kezdeni. Erről több videóban is beszéltem már, hiszen a hajhullás, a körömtöredezés bélrendszeri problémák, elsősorban leromlott bélflóra, áteresztő bélszindróma. Ennek a bélregenerációs folyamatnak a kollagén bevitel fontos része, tehát a kollagén közvetlenül és közvetetten a belek állapotának javításán keresztül is segíti a körmök és a haj állapotának javulását. Végezetül nézzünk meg néhány lényeges tudnivalót a kollagén bevitelével és termelődésével kapcsolatban. Először is a kollagén készítményekben hidrolizált kollagén található, ami azt jelenti, hogy a kollagén le van bontva apró egységekre, a legfontosabb összetevői a prolin, a glicin és a hidroxiprolin, három olyan aminosav, amelyből a testünk a kollagént felépíti. Tehát a kollagén, amit elfogyasztunk a kollagén készítményekkel, az a kollagén építő egységei tartalmazza, amelyek az emésztés során hasznosulnak, és a testünk létrehozza belőlük a saját kollagénünket. Másodszor a kollagén létrejöttéhez a testünkben szükség van C-vitaminra, tehát jó ötlet például limonádéval, homoktövislével, vagy más magas C-vitamin tartalmú zöldséggel, gyümölcslel
bevinni a kollagént. Segíti a kollagén épülését és termelődését a mezei zsurló, a goji bogyó és a fekete áfonya is, tehát érdemes belekeverni a kollagénport például hideg zsurló teába, vagy goji bogyó, vagy fekete áfonya lébe is. Harmadszor pedig fontos az is a kollagénnel kapcsolatban, hogy a védelméhez, tehát ahhoz, hogy lassítsuk a lebomlását a testünkben, ajánlott bevinni sok antioxidáns polifenol vegyületet, flavonoidokat, antociánokat, tele van antioxidánsokkal a macsatea, ez porformában kapható, a tőszeg áfonya, a fekete berkenye, a gránátalma, gyümölcslé formában rendelhetők a Mannavita webshopból, a flavonoid koncentrátumok, a szőlőmagörlemény, az asztaxantin és a ganoderma is, ez utóbbi a saját kollagén termelődéséhez is jó. Bízom benne, hogy hasznosnak és érdekesnek találtad ezt a videót, és tudtam neked segíteni. Ha vannak tapasztalataid a kollagénnel kapcsolatban, szólj hozzá, oszd meg másokkal is. Ha pedig vannak személyes kérdéseid, küldd el nekem e-mailben. Ha még nem vagy feliratkozva, kattints a piros feliratkozás gombra, kattints a gomb melletti harang gombra is, iratkozz fel, mert így kapni fogsz értesítést a következő hasonló videókról. Jó egészséget kívánok, találkozunk a következő videóban, addig is az egészség legyen veled!